legfőbb ügyészség előtt állunk dr. Szakás László képviselőtársammal, mert az elmúlt napokban egy olyan döntés született egy bíróságon, ami felborzolta a társadalmi kedélyeket. Kaleta Gábor volt nagykövet ügyéről van szó. Egy hihetetlenül enyhe ítélet született egy pedofil botrányba keveredett közszolga nagykövet esetében, és hát látható, hogy óriási a felháborodás, és nagyon bántja az emberek igazságérzetét ez a döntés. Azért jöttünk ide, mert szerettük volna felhívni arra a figyelmet, hogy a rendszer működésével baj van, ha egy ilyen ítélet következhetett azután, hogy valaki 19 ezer, majdnem 20 ezer pedofil képet tartott, tárolt, rendszerezett a saját egyébként hivatali számítógépén. És egy kicsit vártuk képviselőtársammal azt, hogy megszólal például Rogán Antal, forgat egy kis videót, mint hogy ezt megtette korábban egy házi őrizet kapcsán, vagy megszólal Balla György, a fideszes frakcióvezető helyettes, aki az igazságügyi bizottság ülésén azt mondta, hogy a társadalmi igazságérzetet bántja például a gyöngyöspatai bírósági ítélet, és éppen ezért változtatni kell a törvényeken. Most úgy látjuk, hogy csendben vannak a fideszes politikusok, úgy tűnik, hogy ez nem háborította föl őket ez a döntés kellőképpen, hogy bármilyen kezdeményezéssel éljenek. Éppen ezért mi döntöttünk úgy, hogy jogi lépéseket teszünk, parlamenti képviselőként kezdeményezni fogjuk a vonatkozó törvényeknek a változtatását, hiszen ha csak a sajtóba beüti bárki az, hogy bírósági ítélet, akkor látni fog számos olyan ítéletet, ami jól mutatja, hogy milyen égető szükség van erre a változtatásra. A legutóbbi hír, hogy egy 20 éves fogyatékos fiút azért tartottak 4 hónapig börtönben, mert nem volt nála a személyigazolványa, nem fizette be a bírságot, ezért a bíróság szigorította a büntetésen, és ha nincs a Helsinki Bizottság, akkor lehet, hogy még hosszabb ideig ez a fiú a börtönben ül. Vagy volt 69 éves nyugdíjas, aki molesztált diákmunkára jelentkező fiúkat, ő pedig 10 év fegyházbüntetést kapott, tehát egy példás büntetést szabtak ki rá. Tehát látszik, hogy nincsen rendben ez a rendszer. Ráadásul egy olyan emberről beszélünk, aki közszolga volt, nagykövet volt. Ez Magyarországnak is komoly károkat okoz, hogy egy nagykövetet ilyen cselekedeteken kapnak rajta. És az is egy szomorú dolog, hogy ez az ember, ez a nagykövet többször átment egy nemzetbiztonsági átvilágításon. Sőt, az információs hivatal, a magyar információs hivatal sem volt képes föltárni ezt a bűncselekményt, hanem külföldi szolgálatoknak a segítség és nyomozó munkája kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy a rendszer sem a nemzetbiztonság szempontjából nincs rendben, sem a büntetési tételek szempontjából nincs rendben. Az meg egy vicc, hogy mentő körülményként értékelik az, hogy valaki közszolgálatot végez, az, hogy valaki vallását gyakorló, hívő keresztény ember. Úgy tűnik, hogyha valaki meggyónja a pedofil bűnét, akkor ez szerint enyhébb büntetést kell, hogy kapjon. Ezért mi azt gondoljuk, hogy kezdeményezzük azt a magyar parlamentben, hogy a büntetési tételek változzanak, és más legyen a jogszabályi környezet. Erről Szakács László képviselőtársam is fog részleteket mondani. A büntetésnek az a célja, hogy visszatartsa mind az elkövetőt, mind pedig mindenki mást attól, hogy ilyen bűncselekményeket kövessen el, vagy bármilyen bűncselekményt elkövessen. Ez az ítélet, ez a büntetés nem fogja elérni a célját. Ezért kell az, hogy sokkal súlyosabb büntetési tételekkel legyen fenyegetve egy ilyen bűncselekmény, amit valójában a pedofiliát, a gyermekpornográfiát, az ember épp ésszel föl sem tud fogni és meg sem tud magyarázni, ezért sokkal súlyosabban kell fenyegetni ezeket a bűncselekményeket, és én azt mondjuk, hogyha valaki ilyen gyűjteményeket rendez magának, mint amilyen Kaleta Gábor tartott a hivatali számítógépén, akkor hogyha valaki gyűjteményt tart, akkor már eleve magasabb büntetési tétele legyen ennek a bűncselekménynek. Ha ezt valaki közszolgaként, hivatalos személyként követi el, ezeket a bűncselekményeket, vagy ilyenfajta bűncselekményt, akkor még súlyosabban kelljen büntetni, ne fordulhasson az elő, hogy azt esetleg akár hivatkozásként, akár enyhítő körülményként lehet értékelni egy ilyen iszonytató bűncselekmény elkövetésekor, hogy valaki közszolgálatot lát el. Ezt igenis a terhére kell értékelni annak, aki ezt közszolgaként követi el,
igenis annak, aki a közt szolgálja, aki adóforintokból él és abból gazdálkodik, annak még mélyebb erkölcsi és még keményebb morális tartásának kell, hogy legyen, és példamutató életet kell, hogy éljen, nem pedig, hogy ezt még egy ennyire súlyos bűncselekménynél, mint a pedofília, a gyermekpornográfia, még a javára is lehessen esetleg ítélni. Ezért azt a módosító javaslatot fogjuk előterjeszteni, hogy legyen egy minősített eset, hogyha ezt valaki hivatalos személyként, közszolgaként követi el ezt a bűncselekményt. Azt fogjuk javasolni, hogy akik, még egyszer mondom, ezt az épp észre fel nem fogható és meg nem magyarázható bűncselekményt elkövetik, azok nem mentesülhessenek soha a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alól, magyarán mondva egész életükben legyen priuszuk. Viseljék ezt a bélyeget, aki ilyen aljas, ilyen mindenfajta megvetést is magával vonó bűncselekményt követ el, az egész életén át viselje ezt a bélyeget. És az utolsó módosító javaslatunk pedig az, hogy ezt a bélyeget, ezt viselje nyilvánosan. A nemzetközi példák azt mutatják, több országban, Európában is, az Egyesült Államokban is, az ilyen általában a gyermekekkel, fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális bűncselekmények után közhiteles és nyilvános, mindenki számára hozzáférhető olyan nyilvántartásokat tartanak fent, ahol utána lehet nézni, hogy kik követték el ezeket a bűncselekményeket. Nem szeretnénk, hogyha ilyen emberek költöznének a szomszédunkba, szeretnénk utána nézni, hogy kik ők, és úgy gondolom, hogy ez egy jogos elvárás egyfelől a lakosság részéről, másfelől pedig egy jogos elvárás a társadalom részéről az, hogy aki ilyen bűncselekményt elkövet, az élete végéig ezt a bélyeget nyilvánosan is viselje magán, és természetesen jogi szempontból is a következményeit, azt pedig vigye végig egész életében. Innen felszólítom az igazságügyminisztert, hogy a benyújtott országgyűlési határozatnak megfelelően készítse elő a megfelelő törvényeknek a módosítását, a BTK-nak a módosítását is, azt a lehető leggyorsabban terjesszék be a parlament elé. Orbán Viktor azt mondta, hogy a kormány ne nyaralgasson, akkor a parlament is össze tud ülni, és egy ekkora közfelháborodást okozó ügyben, ahol egy ennyire enyhe ítélet született, ami nem fog visszatartani másokat attól, hogy ilyen bűncselekményeket kövessenek el, hozzon a parlament gyorsan olyan szigorú szabályokat, amelyek majd elveszik a kedvét mindenkinek, aki olyan, mint Kaleta Gábor. Kaleta Gábornak a neve a megvetés és a szégyennel egyenlő. Mi bízunk abban, hogy az ügyészség csak hibát követett el, és nem politikai megrendelésre járt el, amikor ennyire enyhe büntetést kért Kaleta Gáborra. Pofátlanság egyszerűen, hogy egy felfüggesztett börtönnel 540 ezer forinttal valaki megúszza ezt a szörnyű bűncselekményt, és ezek után még fellebbez a még enyhébb büntetésért. Éppen ezért mi azt kezdeményezzük, hogy azonnal üljön össze az igazságügyi bizottsága a magyar parlamentnek, és változtasson ezen a jogszabályon, hogy ilyen eset soha többet ne fordulhasson elő.